vonalak felújítása kapcsán kiemelt figyelmet kapott az utasbiztonság. A mai kor követelményeinek teljes mértékben megfelelő tűzoltó és szellőző rendszer készül, amely vészhelyzet esetén gyors és hatékony beavatkozást tesz lehetővé. Az új tűzvédelmi rendszert és elemeit Davidovics Sándor, a Metrófelújítási Projektigazgatóság katasztrófavédelmi referense ismerteti. A metróvonal rekonstrukciója során alapelvnek tekintjük, hogy a meglévő állapotnál magasabb színvonalú védelmi célok teljesüljenek és magasabb biztonsági szint érvényesüljön. A tűzterjedés megakadályozása érdekében az állomás üzemi területeit az utasforgalmi tértől külön tűzszakaszként alakítjuk ki. A beépítendő anyagok nem éghető anyagokból készülnek. A tűzjelzésre, a tűzoltásra, a tűzterjedés megakadályozására, illetve a hő- és füstelvezetésre új és modern tűzvédelmi berendezéseket építünk be. Az északi és déli szakaszon, illetve a középső szakasz már átadott három állomásán ezek az utasbiztonságot növelő fejlesztések már elkészültek, a hátralévő állomásokon ezek kivitelezése jelenleg is folyamatban van. Meglévő főszellőző berendezéseket el kellett bontani, és helyettük olyan új rendszert kellett kialakítani, amely az utasterek szellőztetése mellett alkalmas a hő- és füstelvezetésre is. A főszellőző rendszer állomási és vonali főszellőző ventilátorokból, keringtető ventilátorokból és jet ventilátorokból áll. Az állomási és vonali főszellőző műtárgyakban 2-2 darab ventilátort helyezünk el, ezek alkalmasak az utasterek szellőztetése mellett az állomások és az alagutak hő- és füstelvezetésére is. A ventilátorok által keltett zajszennyezés csillapítására kulisszás hangcsillapítókat építünk be a peron, illetve a felszín irányába. A mögöttem látható kulisszás hangcsillapító elemeket a ventilátorok által keltett zajszennyezés miatt építjük be. És most nézzünk a kulisszák mögé. Főszellőzőkkel szemben a mélyvezetésű szakaszon egy úgynevezett keringtető ventilátort helyeztünk el, amely a jobb és a bal alagutat összekötő csőben van. Ez a ventilátor alkalmas hő- és füstelvezetésre is. És akkor most nézzünk meg egy ilyen ventilátort. Menekülési útvonal füstmentesen tartását légpótló jetventilátorok is biztosítják. Az északi és déli szakaszon ezek a jetventilátorok az állomás bejáratánál lettek elhelyezve, a középső szakasz mélyvezetésű állomásain a ventilátorok a mozgó lépcső lejtaknájában kapnak helyet. Az északi és déli szakasz kéreg alatti állomásain a vonalalagútban is vannak ilyen jetventilátorok, ezek kettős funkciót látnak el, tűzhelyszínétől függően végeznek légpótlást, vagy a füstöt továbbítják a vonali főszellőzők irányába. A tervezés során készített áramlástani tanulmányban és füstterjedési szimulációkban minden állomásra meg lett határozva, hogy a ventilátoroknak elszívó vagy légpótló üzemmódban kell működniük a különböző tűzhelyszíneket figyelembe véve. Abban az esetben, hogyha a tűzjelzést megelőzően a ventilátor ellentétes irányban működik, a forgásirányváltás egy percen belül megtörténik. A megújult állomásokon az utasforgalom beindítása előtt a rendszer megfelelőségét a legkritikusabb tűzhelyszín esetében minden állomáson füstpróbával is ellenőrizzük.
funkció során életvédelmi és értékvédelmi célból nagy nyomású vízköddeloltó berendezést építünk be, amely folyamatos hűtéssel már kezdeti stádiumban hatékonyan folytja el a keletkező tüzeket, és emellett lehetőséget biztosít a menekülésre és a tűzoltói beavatkozásra. A rendszernek nagy előnye a hagyományos oltóberendezésekhez képest, hogy nem kell megvárnia az áramvezetőség feszültségmentesítését, illetve oltás után a minimális vízkár miatt gyorsabb helyreállítást tesz lehetővé. Az oltóberendezés védi a peron melletti vágányoknál a szerelvény padlónemeze alatti teret, a vonal alagút űrszelvényét az állomás csatlakozásánál, a peron alatti kábeltereket, a vízköddeloltó gépházat, a mozgó lépcsőket és elektromos szekrényeiket, az állomási diszpécser helyiséget és a hozzátartozó szerelvényszobát, és az állomás területén található üzleteket. A peronon nagy nyomású vízköddeloltó puskákat helyezünk el, melyekkel a szerelvényben esetlegesen keletkező tüzet lehet kontrollálni. Ezek ilyen szekrényben találhatóak. Építése során hatósági előírásnak megfelelően az állomások területén tűzjelző berendezés létesült. Általánosságban elmondható, hogy a rekonstrukciót megelőzően a régi tűzjelző hálózat csak részleges, nem teljes körű védelmet biztosított. Mellettem látható egy régi tűzjelző központ. Ezek a régi tűzjelző központok nem voltak alkalmasak összetett vezérlési folyamatok végrehajtására, címezhető érzékelők fogadására. Az állomásokon szellőzés vagy egyéb gépészeti vezérlés automatikusan nem történt. A tablón lehet látni, hogy a régi központok csak részleges védelmet biztosítottak, csak a kiemelt fontos helyiségekben voltak érzékelők, úgy mint például a peron alatti kábelterekben vagy az áramátalakító helyiségekben. A rekonstrukció során az állomások területén új tűzjelző berendezést építünk be, amely a lefedettség alapján már teljes körű védelmet fog biztosítani. Az új tűzjelző központok automatikusan, emberi beavatkozás nélkül vezérlik a vízköddeloltó és hő- és füstelvezető rendszert, a felvonókat, a hangos utastájékoztató rendszert, amely egyértelmű utasítást ad az utasok részére, a peron padlójába épített irányfényeket, a beléptető rendszerrel védett ajtóknál biztosítja a késedelem nélküli áthaladást, illetve a peronon található fali tűzcsapokhoz, vízköddeloltó puskákhoz és porraloltókhoz biztosítja a hozzáférést. Tűz esetén egyúttal automatikus átjelzés biztosít a katasztrófa védelem által felügyelt helyre. A központoknak a kihelyezett kezelője az állomási diszpécser helyiségben van elhelyezve. Minden állomáson az állomási diszpécser helyiségben helyezzük el a tűzoltósági beavatkozási tablót. Ez a tabló lehetőséget biztosít a tűzjelző, az oltásvezérlő rendszer, illetve a hő- és füstelvezető rendszer kézi működtetésére is. Továbbá ezen a tablón nyomon követhetőek a tűzvédelmi berendezések állapotjelzései is. A rekonstrukciót követően a tűz keletkezésének és továbbterjedésének az esélye minimális, köszönhetően a beépített anyagoknak és az új, modern tűzvédelmi berendezéseknek. Veszélyhelyzet esetén a beépített berendezések automatikusan megkezdik a beavatkozást, és a katasztrófavédelem értesítése is azonnal megtörténik. Az utasoknak egyetlen teendőjük van, hogy kövessék a hangos utastájékoztató rendszer utasításait. Tisztelt utasaink! Az állomás területén tűz keletkezett. Kérjük, hogy a felszín irányában adják el az állomást.